a mai délelőtt folyamán itt a Bai Zoltán általános iskolában pályaorientációs napot és családi napot tartunk. Összekapcsoltuk ezt a két programot, hiszen az Együtt Gyulaváriért Egyesület TOP 7.1.1-16-os pályázatának köszönhetően mertünk nagyot álmodni, és sikerült olyan programokat lehívnunk és megvalósítanunk, amire különben a szűkös anyagi helyzetünk miatt nem lett volna lehetőségünk. Pályaorientációs napunkhoz kapcsolódik, hogy a megyei kormányhivatal munkatársai két teremben foglalkoznak a gyerekekkel. A tornacsarnokunkban az utazó planetárium előadásait hallgathatják meg a gyerekek. Ez nagyon nagy élmény neki, Budapestről jött le az utazó planetárium, és az egyik előadásra a gyulavári óvosokat is meghívtuk, hiszen szoros együttműködésben vagyunk az óvodásokkal. Az egyes termünkben egy vadászgép szimulátor működik, nagyon nagy élmény a gyerekeknek, szolnoki oktatópilótánk tart bemutató előadást, és ki is próbálhatják a szimulátort. A többi termünkben volt tanítványaink tartanak előadásokat különböző szakmákról, hiszen úgy gondoltuk, hogy úgy a leghitelesebb egy-egy szakmát bemutatni, hogyha akár volt tanítványaink, akár saját gyermekeik mutatják be azt, hogy ők szorgalommal hová tudnak eljutni. A délután folyamán, amikor vége lesz a pályaorientációs napunknak, akkor családi napot indítunk. 2 órától várjuk Gyulavári apraja nagyját, illetve Gyuláról is azokat a kedves résztvevőket, akik úgy gondolják, hogy megtisztelnek bennünket a mai rendezvényünkön. A délután folyamán Andor Bohóccal találkozhatnak a gyerekek, lesz családi vetélkedő Bai X-atlonnal, lesz kerékpáros ügyességi verseny, rendvédelmi bemutató, rendőrautót nézhetnek meg a gyermekek, sólyom bemutató lesz, az immár hagyományos karatés bemutatóra is sor fog kerülni. A szimulátor továbbra is itt lesz, tehát a felnőttek is kipróbálhatják, illetve egy közös főzéssel és tombola húzással fog záródni az est azon része, mielőtt a koncert is elkezdődik. Csaholszi Gusztáv és felesége fog koncertezni, és egy diszkóval zárjuk, reményeink szerint este 9-kor ezt a jó hangulatú napot.